sätter fot upp på ett lån. Syvär och plafon. Minnen av kettet. Hatig ett gramofon. Szegény seres rezsőr a fennegyedül, hallgatja japánul, norvégül, lengyelül. Az idő árkában imbolygó lemeztű, ez a dal lélegzik bőrödön keresztül. Szomorú vasárnap. Ki tudja, hogy van az, hogy egy dal valahogy magába szívja minden másik dalot, minden dalod mélyén ott hallgat ez az egy. És minden daloddal ez az egy telemegy. Ki tudja, miből lesz, miből lesz a nyicsoda? Klimpírből félkézzel összeáll a csoda. Szomorú vasárnap. Csak a Závada előzenekara vagyok. Egy rózsacsokrot végig önt a fény. Ne várjon engem, tyúkúroztató. És pár hajkaim még mondja önt kövér. Jegeske cukrokat datatom. Éjszakon, oly vakon teleltem, hogy én kocódom, mint a gyöngyzsizsik. De öntél ki a babból, hogyha keltet, lepkét a nap. Thank you.
kautsuk baba, szíve lent kerül. Ahogy mint a redőnt felcsukja drap szemét, és bőgi el magát, úgy kellenék tehát, csak száraz kattanás. Ahogy kautsuk babát, a szíve lent kerék, ahogy mint a redőt felcsukja a drap szemét, és bőgi el magát, úgy kellenék, de hát csak száraz kattanás. Üres kautsuk a Sződligeti házban ettünk, ittunk, beszélgettünk, akkor jártam ott először, és felmerültek az általános iskolás emlékeink. Mindenféle sztorik meghallgatása után megszólaltam, és megjegyeztem, hogy a Sziget utcai általánosban az igazgatónk saját kezüleg méltóztatott parkettafával ütlegelni minket. A hitetlenkedő morgásba a háziasszony felkiáltása vegyült, akkor hát Miklós mégis igazat mondott. Miklós büszkén hordozta körbe a tekintetét, és sorolni kezdte, mi mindentől volt rémes az a pisi szagú iskola. Rémtörténeteit megerősítettem, és hozzátettem a magam emlékeit, lett nagy álmélkodás, köztünk pedig barátsága. Addig Miklósnak sem hittek, és nekem sem hittek, ha arról a nyomasztó közegről próbáltunk beszámolni, egyébként nem túl gyakran. Nem volt már magától értetődő a 80-as évek elején, hogy negyed századdal korábban órákig kellett a tanári előtt vigyázban állni az egész osztálynak, ha bármilyen vétséggel gyanúsítottak. Túlzásnak hatott, hogy az éppen leszerelt fizikatanárunk akkora frászokat osztogatott, hogy szó szerint a falatta a másikat, és több gyereknek is beszakadt a dobhártyája. Azt jobban el lehetett képzelni, hogy nyakra főre körmöst osztogattak és pajeszt húztak a tanerők. Az 50-es évek eleje közepe általában nem volt alkalmas arra, hogy az ember iskolába járjon. De egy újlipótvárosi, jó nevű iskolát illetően még kevésbé hihetőek azok az egyszerű, ám hatásos kínzási módszerek, amelyekben a nem kivételezett osztályok tagjait szerencséltették. Hajdani igazgatónkkal, a szocialista nevelésügy kitüntetettjével, a 13. kerület díszpolgárával, újdősült díszpolgár minőségemben találkoztam újabb negyed századdal a Sződligeti este után. Ő akkor 96 éves volt, és gratulált az írásaimhoz. Egy évvel később, amikor megjelent az a novella, amelyben elmesélem, hogyan verte parkettával az én pucér fenekemet is, már nem élt. Hüledezve hallgattak minket akkor Sződligeten. Miklós örült, amiért végre valaki mellette tanúskodott, és ugyanúgy örültem én is, mert nekem is tanúm akadt a gyerekkori sérelmeim egy részére. Miklóst, aki egyel járt fölöttem, történetesen nem verte saját kezüleg az igazgató, de nem ez a lényeg, hanem hogy az előítéletünknek akadt végre egy szava hihető tanúja. Úgy van. Ha valakivel közösek az élményeim, és hasonlóan gondolkozom róluk, akkor a barátom. Addig van öntudatom, egyáltalán addig létezem, amíg a barátom jót áll a szavaimért. Igazából erre való a barátság, a többi funkciója másodlagos. Az azonos nemzedékbe zártak között amúgy is létezik cinkosság, előbb az értetlen, érzéketlen elődökkel, majd a még értetlenebb és még érzéketlenebb utódokkal szemben. És erről egyetlen generáció sem tehet. Mostanában remekül elszórakoztatjuk egymást a betegségeinket sorolván. Élményeink számosak, nagyokat mulatunk a testen, a szellemünkön pedig, amely nyilván hanyatlik, annál is inkább. Miklós igen termékeny mostanában, drámaibb festészetet művel, mint korábban, nekem nagyon tetszik.
sok jóslatom bevált, ez is be fog válni. A képeinek ázsiója folyamatosan emelkedni fog. Csak a történelmi hűség kedvéért engem az igazgató úr a mókus őrs zászlójának a rúdjával ver. A nappaliban lakik, nálunk, velünk. Korábban is voltak ott képek, de azok a falon voltak. Nem laktak velünk. Nem szóltak bele az életünkbe. Nem akarták megmondani, ki vagyok, hol tartok. Ezzel a megjátszott, de borzasztóan átélt életközépi válsággal, meg a folytonos mérlegeléssel. De a szűcs, ahogy mondani szokás, benne van a játékban, ami majdnem mindig jó, máskor meg nem annyira. Mert akkor is tolakodik, megaláz, kikészít, amikor nem akarom. Olyan, mint tükörbe nézni, mérlegre állni, végig gondolni a tegnapi áttivornyázott éjjelt, a borzalmas mondatokat, veszekedést, kihágást. A vásznon autók vannak, előzés közben. A bal felső sarok felé enyhén világosodik a tér, de körben fekete. Csak a belső sávban rohanó autó lámpája piros. Autópályán mennek, talán esik. Nem, biztosan esik. Minden elmosódott, olyan, mintha mögöttük száguldanánk. Túl közel is vagyunk, szinte félek annyira közel. Előttünk lassan beérnek egy híd alá. Nyomom neki én is, követem őket, és nekem is a nyomomban vannak, fenyegetnek, rám tapadnak, hogy húzódjak már le. De nem tudok lehúzódni, mert a külső sávon egy kamion megy. Érzem, ahogy a gázon vibrál a lábam, de igazából a fékre figyelek. Érzékelem a fékpedált. Judit ül mellettem, fantom vezet, nyomja a féket. Ha fél. És most fél. Már tapos is. Ez is a képen van rajta. Benne vagyunk a képben, de nem csak a pillanatban, mert tényleg, valóságosan is beszippantott a száguldás, szóval nem csak vizuálisan vagyunk ott, de minden átmenetiségünk benne van. A bájosnak mondott vidékiségünk. A sehol se vagyunk otthon, két szék között életünk is ott van. A folytonos kapkodásunk, pakolásunk, rohanásunk is ott van. A bőrönbe csomagolt életünk, a hűtlenségünk, ahogy muszáj volt valahonnan eljönni, de sohasem lehet megérkezni. Szóval a szűcs, ami arcpoétikánk, paradigmánk, filozófiánk. Amúgy is mindig eszembe jut Szűcs Miklósról a megérkezés. Mert úgy van otthon a világban, ahogy én sohasem leszek valahogyan azonos benne. A műterem kecskelábas asztalánál vacsorázunk, Szűcs legendás gyümölcslevese, aztán ropogtatunk, friss liba töpörtő, és a szűcs valahogy úgy van otthon egész Európában, hogy emiatt élhető lesz ez a város. Mert tudja, érti a világpolgári lét alázatát, felelősségét, feladatait, kötődéseit. Legszívesebben hozzá bújnék, hogy öleljen meg, hogy kenje rám. Ér rám is jusson ebből a született bölcsességből, mert miatta tudom, hogy azért sokféle a világ, hogy mindenütt otthon lehessünk benne. Szűcs Miklós szigorú festő, úgy bánik a képekkel, mintha katonák lennének. A tábornok úr nem lehet elnéző a seregével, de minden katonájával kegyes. Elpusztult képek, kidobott alkotások sora, vászonná visszaminősített nagymunkák vannak mögötte. Ez a jövőre 50 éves alkotói pálya dugdos olyan évet, 1982, amikor az elkészült képek majdnem felét feláldozta a tábornok úr. De a haláluk, a helyük, a valaha volt létük még van. Vákum van a helyükön. Máskor még fotó is őrzi az egykori alkotást, amely alatt ott riogat a szigorú mondat, ketté vágtam. Ahogy nézem a Szűcsi életművet, mindig eszembe jut, hogy mennyi mindenről nem beszéltünk még. Hogy hová rejtett éveket. Mennyi hallgatás, rejtőzködés van ebben a pályában? Hát miért kellett 70 és 77 között gyereket nevelni? Hogy lehet, hogy 90-ben mindössze egyetlen kép született? Hát mi történt akkor? Mi volt ennyire fontos? Muszáj volt rendszert váltani? És hova lett 92? Szóval beszélnünk kell, sokat-sokat beszélni, borozni, megérteni apróságokat,
ha nem is a világot, meg az életet, de egy tüskét, egy buborékot, egy falatot belőle, és közben nézni a szűcsi tájat, a vacsora csendéleteket, házfalakat, Dankó utcát, Damjanis utcát, a fekete pózálását az új akvarelleken. Haladjunk már. Jó ez a születésnap, meg hogy 70, értem én kerek. De dolgunk van, édes barátom. Nagyon sok dolgunk. Köszönöm. Thank you.
De mivel a Szűcs valamikor eredetileg, ahogy ő szokta mondani, hogy előre elmeséljem azokat a történeteket, amiket mindjárt el fog a Németh Gábornak mondani, csak azért akart valami lenni, hogy ne kelljen katonának menni, és ebből kettő dolog nézett ki, hogy vagy színész lesz, vagy festőművész. De miután a színészet is benne maradt, mert tulajdonképpen egy jelentős primadonnával állunk szemben. Vidéki szoktam mondani, gondoltam, hogy hozzáteszed, magamtól nem mertem volna ezt most megkockáztatni, láttam olyat sokat. Igen, szóval éppen ezért ez a bemutató most átváltozik hangos fényképpé, és Németh Gábor, az egykori Magyar Rádió egykori műsorvezető riportere beszélget Szűcs Miklóssal. A forgács a leghátsó sorból azt üzeni mindenkinek, hogy de hát a színész a színész, nem? Tehát, hogy rövid végül ível. Is színész vagy. Rövid ível kell írni. Jaj, basszus, nem érted. Le vagyok lassúval, de fölzárkozom. Félve kérdezem, hogy a Sziget utcában az igazgató az matek tanár volt? Fizika, ugye? Megúsztuk. Mert engem a Bellai nem vert. Hát aki a Szigetben az igazgató volt, amikor én jártam oda. Hát nekünk is a Bellai volt az igazgatónk. Meg tessék. A Jasszer. A Bellai. A Bellai verte. A Mókus Őrs és Rudas az tudom, a Bellai hogy volt. Akkor engem azért nem verhetett a Bellai, mert én voltam az ászlóvivő. Tehát a Bambi őr zászlaja nálam volt. Tudtam, hogy van valami titkos, intim vonzalom köztünk, de ezt nem tudtam, hogy te is a Sziget utcába jártál. Ez így volt tekintetes bíróság, esküszöm. Azért ebből összes PC barátom következtetni lehet, hogy mi szükség ahhoz, mire van szükség ahhoz, hogy jó írók legyenek, közepes festő. Baromira meg kell verni időbe a gyerekeket gyakran, rúddal, parkettával, és akkor minden sikerül. Meg tudom erősíteni, mert engem is vertek, csak nem a Bellai, hanem a földrajztanár, a Sláving Otónak hívt. A Sláving Otónak volt egy mogyorófa pálcája, ami meg volt 10 centinként hámozva, stimmt. Figyelj, lehet, hogy most ebbe belekezdünk, ezek mind elmennek, és mi ezt 2 órán keresztül, mondjuk Kovácsné, aki a sportuszadában lakott, és egy egység idő alatt, 1 perc alatt 40 pofont tudott lekeverni. Ez egy nagyon finom iskola. Nagy idők, nagy tanulmány. Nagy idő. Még egy, egy nagyon fontos dolgot akarok mondani, hogy csak a rendkedvér, hogy a Vojnicsnak lett igaza, mert ez 6 másodperc volt, persze. Ja, ja. Aha. Hogy a színművészeti, ha már egyetemnek az évnyitójáról jövünk, és ott egy 101 éves Eugénia néni megkapta a vasdiplomáját. Nagyon megtapsolták, leállította a tapsot, és azt mondta, hogy hát csillagaim, ez nem érdem, hanem kegyelem. De azt figyeltem meg, hogy minél öregebb valaki, annál jobban megtapsolják most akkor. Vagy érdem, vagy a jó Isten tapsolják meg. Nem tudom, mi van ilyenkor. Szerinted valószínűleg mi? A teremtőt, persze, uh-huh. Persze. De azt mondta Kendi Jani egyébként, ez ugyanez a 100 fölötti volt, hogy utána kiperdült a színpadra, és egy teljes novellát elmondott séróba. Igen, teljes terjedelmében egy Szabó Magdát. Ez fantasztikus. Azért akkor inkább festek. Bár a régi idézeteket a Radnotival szoktunk ezen vetekedni, hogy az egyetlen ember, aki legalább annyi versidézetet tud, mint én, az a Sándor. Azokat nem felejtem. Gyerekeim neve, van egyszesebb. Megnéztem egy filmet rólad délután, amit sikerült átsempészned a Sony akaratán valahogy, ugye, titokban. Igen, az igazság, hogy nem én miattam tiltotta le a Sony, az sokkal hizelgőbb lenne, hanem a Glenn Gould miatt, aki alatta klimpírozik egy kicsit, a Medvegy Gábornak a filmje, és ez fönn volt egy éve már a YouTube-on, és
ezen az új Pinterest nevű csodán ezt orba szájba osztotta mindenki, és egyszer csak kaptam valahonnan Ausztráliából egy rövid e-mailt, hogy fantasztikus a képen, ezt nem ragoznám, szóval öt nagyon szép, kedves, hízelgő mondat, de hogy azt a filmet, azt nem lehet megnézni. Na nem, már mondom én is fel, és nem lehet, letöltötte Sony Entertainment, igen. Milyen kütyű kell ahhoz, hogy a világ összes zenéjét végig szkenneli, hát és le tudja tiltani? A Presternek letiltották a saját nótájának egy másik felvételét. Ügyes, mondja, ugye, a megfelelő személy, hogy, és akkor ott az van ábrázolva, hogy egy csillogó létre tetején szolmizálsz, vagy hát legalábbis így nem tudom, mit csinálsz, de így mozgatod a kezedet. És hogy nagyon messze len van egy kép, te olyankor mit csinálsz? Kit akarom? Hogyha mi lenne, hogyha az se lenne rajta a képe? Azt gondolom, hogy az lehet már. Aha. Mert ez, mint a régi festők, hogy léptéket néznek, ez ma már... Ez nem divat. Nem. De az, hogyha még ez se lenne rajta a képen, azt szoktuk nézni. De hogy már, bocsánat a kérdésért, és ha arra következtetésre jutsz a létretetején, hogy jobb lenne úgy, akkor mi történik? Akkor lecaplatok, fogom a szivacsot, és lemolom. Leszeded. Mert hogy az akvarellről nyomtalanul leszeded? Van egy tévhit, hogy az akvarell, hogy az egyszer ott van, és az nem változtatható. És ez nagyon helyes ez a tévhit, ne is mondjátok el senkinek, hogy abszolút változtatható, simán, visszamosható. Drága jó papír kell hozzá, meg jó festék. De majdnem mindent, illetve az a mocsok, vagy trutymó, ami ott marad, az baromi szép, azzal lehet kezdeni. Szinte akkor már elég, ha az a kép. Még egy kicsi ide-oda, és akkor kész van. És akkor ott azt is mondtad, hogy az életveszélyes dolog, hogyha... Tehát egyrészt az volt állítva, hogy életveszélyes dolog egy festőt kérdezni a képeiről, ettől kellőképpen megijedtem. Aztán az is volt állítva, hogy festeni ugyan nem kell mindig, de hogy másút, de hogy festőnek kell lenni most, hogy akkor egyáltalán... Tehát, hogy mit szabad ezek után kérdezni? Bármit, nem. Hát arról, hogy hogyan dugom be a vízbe az ecsetet, meg hogy milyen a papír, meg hogy erről órákig tudok beszélni. Arról is tudnék, de ahhoz már óvatos vagyok, hogyha azt kérdezed, hogy mi van a képen. Arról már nem is nagyon tudnék, de hétszentség, hogy egy szót sem mondanék rá, hogy szerintem miért van ott. Meg hogy miről mesél, ez ma a te dolgod. De a körülményekről, meg a más festőkről persze boldogan. Hogyne. És a körülményekhez tartozik a reménytelenség? Mert hogy azt mondod, hogy azzal kezdődik a teljes reménytelenség. Ez abszolút a körülményekhez, persze. Erről nagyon meghatóan tudok beszélni, akkor mondom jó, hogy az a rémes, hogy már mindent, ebben a korban az ember már mindent egyszer legalább valahol elmondott. Szóval az egyik ilyen általam már baromira unt közhelyem az, hogy szörnyű a festők élete, mert mindig szarképek előtt állnak. Mert ha egyszer jó, akkor gyorsan aláírom, és kész van, és elrakom. A reménytelenség, abban nem vagyok biztos, hogy ezzel minden festő így van. Szerintem igen, de lehet, hogy nem. Szóval, hogy én baromira nem tudom, hogy mi lesz a képen. Fogalmam sincs róla. Nem, hogy miről fog szólni, mert azt most se tudom, amikor már készen van. De az irányát is alig tudom. Most sokat hallottam, emlékszem egyszer Norvégiában voltam valami nagyon-nagyon vonzó fehér nép kolléginánál, és az 20 percen keresztül csillogó szemekkel mesélte nekem az álmait, és aztán meg is mutatta, hogy megfestette őket. És hát én sárgultam az irigységtől. A képek nagyon szarok voltak persze, de az álmok azok gyönyörűek. Tudod, a Babics, ezt nem tudom eldönteni, hogy az Esterházy elfelejtette a Babicsot. Megvan ez a, hogy ugye a klasszikus Babics történet, hogy azt
hogy mindig a legszebb verseit azt mindig megálmodja, és akkor már oda készít papírt, ceruzát, dududu, és egyszer tényleg annyira föl tudja ébreszteni, meg leírja, és akkor reggel fölébred, és megnézi, és az van odaírva, hogy iskolába, eltörött a miskolába. És az Eszenázi Péternek most valami interjúban meséli el, hogy ott a ceruza papír az ágy mellett, és a nagy mondat meg volt élje, leírja, és reggel fölébred, és megnézi, és egy vonal van, mint egy ilyen EKG vonal van csak a papírról. Túlírta a rohadék babicsot, igen. Szóval a reménytelenségnél tartottunk. Igen, ott tartottunk, és hogy szerintem ott, amikor erről van szó, akkor egy kicsit kimenekülsz, vagy olyan választ adsz, ami mégiscsak rejtőzésnek minősülhet. Ott hogy a kérdéseket is én tettem föl. Persze. Igen, de hát úgy persze könnyű menekülni. Hogy azt mondod, hogy az tulajdonképpen egy képre szánt, vagy hát nem szánt, de képre eső időnek az utolsó szakasza, mint egy 10%-a, vagy esetleg még annyi se az az idő, amikor kiderül, hogy volt-e az egésznek értelme, hogy akkor, de ott végül is valami, azt hiszem, hogy isteni sugallatra hivatkozol. Azért az csak nem. Hát, de sajnos. Kivágjuk. De hogy én ezt nem hiszem el, tehát, hogy ott valami szakmai történik, nem? Tehát, nem, figyelj, ez egyrészt affektálás, mert természetesen arra hihetetlen sok szívásra ugyanúgy szükség van, hát persze. De azt gondolom, hogy arra gondoltam, amikor ezt mondtam, hogy van a kép, a készülésének történetében van egy vagy több pont, de egy-kettő biztosan, amikor az addig teljesen értelmetlen és ostoba baromságnak, ami ott van, ami ugyanolyan színből van, meg ecsetből, meg gesztusból, meg minden, egyszer csak valamiféle értelme lesz. Tehát valami történik, valami elmozdul, valami képszagú dolog le, ami már egyszer már lehet kép, előtte nem. De az nem azt jelenti, hogy azt meg lehet úszni, szóval hogy a festők festetek remek műveket, az nagyon jó lenne, de én nekem még nem sikerült direktbe. Amikor ebben az értelemben használod a képszót, azt lehet még ábrázolásnak érteni, vagy ezt inkább struktúra értelemben használod most? Tehát, hogy az derül ki, hogy amit csináltál, az a káoszból elmozdult egy számodra értelmesebb rend felé. Jézusom, nem értem a kérdést. Nem érted. Tehát, hogy amikor azt mondod, hogy kiderül valamiről, hogy az kép. Képszerű, akkor a képszerűségen elsősorban kompozíciót, struktúrát, felületet értesz. Nem, annál egy picit többet. Addig is vannak rajta foltok, addig is van valamiféle ritmusa, jó esetben van valamiféle dinamikája. Bocsánat, van például tere. Vagy van, vagy nincs, de valamennyire. A képtere. Na most ez elemeiben alkalmasint jelen van, de egyszer csak baromi jó lenne ezt nem affektálva elmondani, hogy tudnék, ez ilyen baromi romantikusan hangzik, de hölgyek, urak, ez így történik, hogy egyszer csak történik valami, és vagy mondjuk a kép terével történik valami, hogy egyszer csak kiderül, hogy ez elől van, az meg hátul van, és ami meg leghátul van, az közben ide jön előre. Ez egy elég idiótán hangzik, de ez egy ilyen szakma. Tehát, hogy egyszer csak ezeknek az értelmetlen elemeknek nem tudok jobb szót rá, mint hogy egyszer csak fölsejlik, hogy lehet valami értelme. Úgy együtt valami olyan dolog sejlik ott föl, ami például sose volt. Ugye azt is szoktam mondani, szintén affektálva, hogy vagy talán le is írtam ebbe a pici könyvbe, hogy ha én csak olyan képeket festenék, mint ameddig ellátok, az nagyon szomorú lenne.
Tehát amit fantáziával el tudok képzelni. Tudnék, semmit nem tudok elképzelni fantáziával, nincs. Nekem nincsenek, hogy ó Isten, a fejembe egy kép. Egyszer álmodtam. Mostában néha álmodom festést, és egyszer azt álmodtam, hogy van a Nagy Géza nevű kollégám, aki egy ilyen elképesztő, zógenentes kodazöldet tud festeni. Ezt a legrettenetesebb kelecs kodazöldet, és hogy azt álmodtam, hogy elmentem hozzám, és van egy képem, és hogy adjon egy kicsis kodazöldet nekem, mert ez ide nagyon kéne, és adott. És aztán fölébredtem, tudod, és volt egy vonal. És amikor ez az állapot beállt, tehát a fölsejlik azt, hogy ebből ez most már kép, vagy képszerű, amiből kép lesz, azt még javítással el lehet rontani, azt a helyzetet? Hát azért erre te is tudod a választ. Mindent el lehet rontani. Örömmel persze, hallom. Persze. Kis igyekezettel mindent el lehet rontani, de fölteszem magamnak a következő kérdésedet, hogy van-e valami tapasztalatom, vagy valamiben előbbre haladtam-e az elmet 40 évben, és erre az a válaszom, hogy igen. Hát én ezt nem mertem volna megkérdezni, de jó, hogy itt vagy. Az a jó a kerek évfordulókban, hogy számon lehet kérni, hogy mit mondasz. Tehát mikor 60 éves voltál, akkor a vágyaidról kérdeztek, és a következőket válaszoltad. Leszeretnék szokni a dohányzásról. Mi a helyzet? Ugyanez. Semmit nem változtam. Egy állhatatos ember. Le akarok fogyni. Stimmt. Soha és ilyen kövér nem voltam, mint most. Jobb képeket szeretnék festeni, ez volt a harmad. Na most ez már vacak, szóval mindenre azt mondom, igen, persze. De hallottam már valakit, hogy azt mondta Bartók, hogy hát most már valami szarabbat is írnék. Te akkor ez most 80-ra prolongáltad ezt? Egyetlen mondat jutott eszembe, hogy amikor az ember már öreg és profi, és ilyen nyilvános beszélgetésre készül, akkor kitalálja, hogy bármit kérdeznek, mit fog válaszolni. És ahogy jöttünk a 49-esen, mondom a Vojnisnak, hogy baj van, mert semmit nem találtam ki. De a Radnóti megkérdezte tőlem egy pár napja, hogy mint kisöcsém, hogy mi is a tanulság ennek a 70-nek. És akkor kínomban azt a bombót találtam ki, hogy és ezt hoztam mostanra neked válasznak, hogy valamiféle radikalitást tapasztalok, tenném hozzá örömmel tapasztalok a kezemben, vagy a képen. Ez még nem annyira vicces, de hogy az a vége a mondatnak, hogy csak nagyon igyekszem figyelni, hogy a öregkori radikalitást az Alzheimerrel ne tévesszük össze. Mert nagyon, nincs éles cezúra. Vékonka. Vékonka határ. Szóval, amikor úgy érzem, hogy már annyira kurva egyszerű vagyok, akkor már rég teljesen hülye vagyok, és semmi nincs a vásznon. Egyszer de egyébként hogy megesett, bocsánat, így 25 éve a Váli Dezsővel festettünk Kecskeméten a művésztelepen, és festettem, és akkor egyszer csak ugye mindig kicsit levesz az ember, hogy igen, hogy az abszolút egyszerűség. Szóval, hogy ahhoz képest a, nem tudom, a Rotko az egy ucelló, egy hintaló festő, és akkor egyszer úgy éreztem, hogy most megvan. És átmentem a Válihoz, és mondtam neki, hogy gyere hát, nézd meg. És játott, nézte, és azt mondta, hogy Jó, csak még fessél rá egy csata jelenetet. Semmi nem volt rajta. Semmi. Na most ez 50 évesen volt, tudod? Ebből tudsz extrapolálni. Van-e egy általam nagyon szeretett apró történet, ami arról szól, hogy a Pistikét megkérik, hogy rajzoljon házat, és akkor ilyen krikszkrakszokat rajzol, és akkor megkérik, hogy akkor jó, hát akkor mondjuk egy lovacskát rajzoljon, és megint ugyanazokat a krikszkrakszokat rajzolja, és akkor megkérik, hogy rajzoljon gólyát, és
azt mondja, hogy Gólyát, az sajnos nem tud. Hogy? Tehát, hogy neked, nem tudom, hogy ezek után értelmes kérdése, hogy van neked Gólyád? Hogy nem Gólyád, mert, hogy bocsánat, tehát, hogy Gólyád van-e? Én sokkal földhöz ragadtabb módszerekkel dolgozom. A papírforma szerint az elmúlt 25 évben majd mindenképp ennek valahol az alapja a Zógenente valóság volt, konkrétan többnyire fotók. A csendéleteknél nem volt fotó, be se állítottam soha a csendéletet, de minden tárgy, ami rákerült a képre, valahol ott volt a műteremben. Magamtól nem tudom, milyen egy sószóró, vagy mit tudom én, az jobb sószóró, ami tényleg ott is van. És aztán a fényképek. Tehát, hogy volt egy nagyon nehéz korszak az életemben, amikor tényleg absztrakt festő voltam. És akkor ki kellett találni formákat. Erős van jó kis történet, küldtem akkor még nem volt SMS, valószínűleg egy táviratot a Válinak, hogy adjál már egy jó formát. És akkor jött egy távirat sok-sok számmal. És akkor nem tudom, ez mi a jó Isten? És rájöttem, hogy egy koordinátarendszerben a pontok. És akkor elrajzoltam a koordinátarendszert, összekötöttem a pontokat, és ilyen tök jó marha forma lett belőle. Legalább három képbe bele is festettem, és aztán hetekkel később találkoztunk, kérdeztem tőle, hogy ez mi a túró volt? Azt mondja, ez a fény a Bartók Béla zakóján, valami fényképen. Tehát, hogy az egy hiteles forma, és így találtam ki az egész kollást, hogy ne kelljen formákat kitalálni. Eltépsz egy papírt, az olyan gazdag és olyan igaz az a vonal, amilyet én nem tudok rajzolni. A Vajda tud úgy rajzolni, Vajda Lajos, hogy minden milliméterre sűrűn tele van a világgal. Én nem, én szeretem, ha segítenek. Azt is mondtad, hogy amikor fotózol, ugye a fotó gesztus az, hogy lefényképezel valamit, maga a fotó, az egy absztrahációs folyamat, ott rögtön egy absztraktum jön létre, és azt absztrahálja tovább a kép, amit a fotó alapján csinálsz. Igen. De hogy közben az is van, ha jól tudom, hogy viszel mostanában magaddal már kis akvarelkészletet. Tehát, hogy rögzíts valamit, amit az úgynevezett natúrában... Nem, rögzíteni semmit nem akarok. Isten őrjön. Hát, úgy értem, hogy talán az a gondolatot vagy ötletet. Nem, csak az időt akarom mulatni, vagy hogy mondjam. Nem, szóval azt nem arra használod. Nem a valóságot, Isten őrjön. Semmi közön. Természet, de hogy... Egyszer volt azért, nagyon kínos volt, hogy készültem erre a Nemzeti Színházbeli installációra, és tudtam, hogy én oda egy erdőt akarok festeni 70 négyzetméteren, és akkor az előző nyár végén levittek a francia barátom a Côte d'Azur-re. És akkor ilyen kis vázlatokat festettem, fákat, hogy majd ez kell. És mentem, lefényképeztem a fákat, és utána kiültem a teraszra, és megfestettem, és akkor így felnéztem, és akkor egy kicsit elszégyeltem magam, hogy ezt már tényleg rövő, ott a fa, itt a papír, fessük már direkt be, már most szórakozunk ezzel a fénykép, kompjúter, és itt. Hát az a helyzet, hogy a Vojnics az órája üvegét megkocogtatta, de én akkor is fölteszem az utolsó kérdés. Az pedig egyszerű vele. Kérdés. Én figyelmeztetlek. Jó, két aljas részkérdésre bomlik, de az egyszerű kérdés úgy hangzik, hogy van-e őszinte barátság fiú és lány közt? És ha... A első aljas kérdés, hogy milyen egy festővel élni? A második fele meg az, hogy szerinted milyen lehet egy festővel élni? Az a kérdés, várjál, pontosítsuk a kérdést. Az a kérdés, hogy nekem milyen egy festővel, én Algemeinen, vagy pedig ezzel? Hát, én konkrétan. Ezt kiendlízhetjük, de akkor többször fog így mutogatni, hogy hagyjuk már abba. Szörnyű, hát rettenetes. Rettenetes, hogyha jó festő, hát borzalmas. Persze.
De azért mondjuk az van, hogy a legutolsó kép, amit nem a, az már nem volt a vetítésben, szóval, hogy már telefonba is korrigál nekem. Tehát, hogy iszonyúan sokat tud segíteni. Van annak ára, én nem azt mondom, van. De... Hát akkor biztosan, de hát szánszik. Köszönöm szépen. Majd az ő 70-én kérdezzük. A macska koponya a vitrinás szekrény üvege mögül nézett rám üres szemgödrökkel. Már akkor sem értettem, hogy lehet egy halott állattal egy szobában aludni. Mellette több kistestű rágcsáló csontvázas sorakozott, egy nyúl, egy egér, és kint a házablakain túl a nyár csupasz váz szerkezete. Az 50 literes teráriumot Eszter felrakta a szekrény tetejére, igaz, Steffi a sziámi macska hegyes körmeivel így is könnyedén leemelte a tetejéről a dróthálót, hogy kihalássza a rémült táncoló egereket. A koponyák régóta foglalkoztattak, egyszerre rettegtem és éreztem valami megmagyarázhatatlan vonzalmat. Minden alkalmat megragadtam, hogy filmekben, fotókon vagy képregényekben halálfejek után kutassak, és lerajzoljam őket puha bézs grafitceruzáimmal, golyóstollal vagy tussal, ezzel is, mint egy megszelidítve magamhoz édesgetve szorongásomat. Aztán legidősebb unokatestvérem Dani az egyik tótkomlósi nyaralás alatt egy koponyát talált a padláson. Mérete az átlaghoz képest kicsinek tűnt, mamika azt mondta, fiatal női, esetleg gyereké lehetett. Nekem egyből a Csát novella ugrott be, a kis Emma, és mikor Dani után végül én is fölmerészkedtem a nyári melegben elviselhetetlenné forrósodott padlásra, tekintetemmel rögtön a mestergerendára hurkolt kötelet kerestem. Dani a koponyát Samunak nevezte el, és végül a könyvespolcon talált neki helyet, nem értettem, mire kell neki, hiszen meg sem fordult a fejében, hogy lerajzolja. Eszter viszont már akkoriban is sokat rajzolt, talán a képzőre készült, nem emlékszem. Ezt a célt szolgálhatta a polc tetején pózoló fa modellbábú és a vitrínben figyelő macska koponya is. Az íróasztala sem volt éppen hagyományos, két fűrészbakot állítottak föl egymással szemben, és egy fenyőfalapot fektettek rajtuk keresztbe. Az asztal lapján egy textil kendőben néha egy-két rúd szén is hevert. Miklós ekkoriban egy grafikai irodában dolgozott, vagy stúdióban. Mikor beléptem, egy kiégett képcsővű monitor villogása fogadott. A képernyő nép az egyik aktuális munkája volt megnyitva, valami feliratot tervezett egy moziplakáthoz. A szobában a falnak támasztva néhány festmény pihent, akkor még sejtésem sem volt, hogy egy másik, sokkal nyugtalanítóbb vászon elé kell majd leülnöm alig néhány nappal később. A fiú műanyag vödröt tartott és súroló kefét, így emlékszem rá, hogy a bogárhátú Volkswagenhez közeledett a pirosnál. Miklós a volán mögött ült, én mellette az anyósülésen, aznap délután ő vigyázott rám. Augusztus volt, rekkenő hőség, és a srác szó nélkül surolni kezdte a bogár szélvédőjét. Nem hagyod abba, de rögtön förmet rá Miklós azonnal jellegzetes hangsúlyával, csak összemaszhatolod. De gyerekként mégis azt tűnt legizgalmasabbnak, hogy a bajusz alatt még egy kurva anyádat is eldörmögött. Akkor hallottam először felnőtt férfit a káromkodás elidegeníthetetlen jogával élni. Néztem, ahogy az értetlen fiú a poros szélvédőn szétkeni a szappanos vizet, a porból lassan sár lesz, és az egész szürke habbál áll össze, hogy többé már kilátni sem lehet. Ha az első néhány vonalból nem vált felismerhetővé, az egészet újra kell kezdeni. Birtokba venni az íveket, megérteni egy arc lényegét. Rendszerint az iskolai órák alatt próbáltam lerajzolni az osztálytársaimat úgy, hogy se ők, se a tanár ne vegye észre. Sűrűn néztem fel a papírból, aztán megint vissza, hogy javarészt emlékezetből folytassam. Az egyik ilyen fölpillantás alkalmával észrevettem, hogy a terem sarkából valaki figyel, Andi volt az osztálytársnőm, és minden bizonnyal épp engem rajzolt. Néhány héttel később Miklós vitt el moziba, hogy megnézze velem a Terminátor 2-t. Úgy alakult, hogy ő tervezte a magyar nyelvű plakát tipográfiáját. Az első részt még videón láttam hangalámondással az egyik osztálytársamnál, Zsoltinál. Akkor meglepő módon a tárgytalan, szabadon lebegő szorongás egészen a film végéig váratott magára. A villa éles csörrenése a tányér szélén, a csuromvizes felmosófej hangtalan suhogása a járólapon, akkoriban bármitől képes voltam megijedni. Elég volt egy ismerős tárgy vagy mozdulatsor, és már is éreztem, hogy fölfelé kúszik a rémület a gerincoszlopomon, tompa sajgás formájában befészkeli magát az izmokba, és egyenként végigfut az idegszálakon. Így a második része már azzal a céllal ültem be, hogy megedzem az idegeimet. Egy 10 éves fiú elvégre már nem retteghet holmit tudományos, fantasztikus filmektől.
a sokkoló képsorok és felborzolt idegeim közé, mint egy képzeletbeli védőfalat emelve ültem a székben. Próbáltam úgy tenni, mintha a világ legtermészetesebb dolga volna egy vörösen izzószemű acélkoponya látványa, a háttérben kiégett karosszériákkal és lángoló gumiabroncsokkal, vagy ahogy a tűzbe borult játszótéren az anya csontváz ujjai a drótkerítésbe kapaszkodnak, nehogy elsöpörje az atomszél. Miközben hazafelé tartottunk a moziból, még azt hittem, megúsztam a dolgot egy múló pánikkal, de aztán éjszakánként, ha becsuktam a szemem, rendszeresen a vörösen izzó tekintetet láttam. Még ritka esti imádkozásaim közben is a Terminátor ábrázata nézett vissza rám a szoba sötétjéből. Miklós megérezhette a rettegésemet, mert legközelebb egy váratlan ajándékkal érkezett a Damjanich utcába. Egy The Making of Terminator 2 című könyvvel lepett meg, a hollywoodi filmstúdió hivatalos kiadványával, ami tele volt látványtervekkel, a forgatáson készült verkfotókkal és a robotok részletes tervrajzaival. Hónapokon át ezt a könyvet bújtam azután, még az ágyba is magammal vittem, nem telt el sok idő, és nekiláttam, hogy lerajzoljam a koponyákat. Bézs ceruzát használtam és golyóstollat, sőt egyszer még a szenet is kipróbáltam, hogy sötétre satírozzam vele a szemgödröket és más árnyékos részeket. Boldog születésnapot, Miklós! Mielőtt elkezdem, két dolgot szeretnék mondani, hogy ez a vers, ez a mai alkalomra készült, és egy festményről szól, amit az utóbbi időben elég sokat nézegettem, de egy festmény nézegetésébe is sok minden külső dolog beleszűrődik, úgyhogy nem lesz nagyon vidám, de nem tehetünk róla, hogy ma van a születésnapja Miklósnak, vagy most van. A másik dolog, hogy én soha nem adnék ilyen címet egy születésnapi versnek, ez a Miklós hibája, ez a festménynek a címe, az út vége. Szűcs Miklósnak. Lehet, hogy csak részleteiben mond valamit nekem ez a hajnali táj, akár a dadogás. Egy-egy betűjét értem, de nem áll össze jelentésé a kopármező. Hol van már, amikor a kenyérbolt előtt sorban állók éhes didergését, mint egy kottát, végig tudtam volna énekelni. Most rád nézek, és nem vagy ott. Aki ezt a képet meglátta, azt hitte, egy pillanat lesz csak, amíg félre áll, hogy a lehúzott kocsi ablakon keresztül rögzítse a hajnalt. De annak a borongásnak azóta nem bír vége szakadni, és éppen ezért folytatása sem lehet. Volt idő, amikor az emberek folyton olyan szavakat használtak, hogy ezt szájg, meg papundekli, hírig, meg écesz, mégis megértették egymást, kicsivel később viszont már a szótárak sem segítettek. Mindez vagy a történelem műve, vagy a miénk. Mégsem olyan egyszerű meggyőzni magamat, hogy a szélvédőn végigfutó cseppeknek semmi köze sincs az emberi könyvhöz, hiszen gördülésük annyira hasonlít. Talán még az ízük is, ha megkóstolnám egyszer. A gyenge sóoldat kellemes bizsergése a nyelvem hegyén, és az összes gyanús tanulság, ami ebből az egészből levonható. Mi így tartozunk össze, ezzel a nehézkedéssel, ezzel a kínos figyelemmel mindig, ahogy egymást kérdezgetjük, ugye velünk tartasz, ugye még te sem gondoltad meg magad, és mivel már magunkban sem hiszünk, nem bízhatunk meg senki másban. A tökéletes csönd azonban, ezt olvastam valahol, az ember számára elviselhetetlen, így hát muszáj időnként valamit mondanunk. De lehet, hogy félreértem ezt is, mint amikor az autópálya mellett megláttam azt a felemelt tenyérként magasodó sötét táblát, és azt hittem, azért állott, hogy jelezze, véget ért az út, csak hogy a látóhatár enyészpontján túl minden ugyanúgy folytatódott tovább. Köszönöm szépen. A másik hiányzó Darvasi Laci, aki szintén nem jött, viszont küldött egy szívernőt. Nem tudom, hogy most leülök, mert olvasni kell. Szívernő. Kis beszéd a lélegzésről. Az ember nem is tudja, hogy mi az igazi finomság, mi az igazi íz, az élet igazi aromája, édes bukéja,
Jól lehet semmiség az, mert nincsen. Sem nem keserű, sem nem édes. Ami a legfinomabb voltak éppen, nincsen. Hát, hogy például a színek. Mert nincsen zöld, se kék, a nő szája nem piros, a nevetése nem fehér, az öle nem parázsló őszi avar. Nincsen halott sápat, nincsen kipirult, a szín is csak a szem univerzális cselvetése. Tud ilyen cselvetést a tüdő is, hiszen a levegő ízéről beszélek nektek, boldogság azt más gyerekek. Hogy a levegő íze, ami van minékünk, és ami olyan magától értetődő, mindig csak akkor mutatja meg az ízét, pontosabban akkor érezzük valamilyennek, ha kibillen a világrend, de legalábbis nem a szokványos módon zakatol. Kezdem a jóval. Nem. Kezdem inkább a rosszal. Amikor az ember szorong, mindig kevesebb a levegő, és ettől aztán észrevesszük. Nagyokat lélegzel te is, ugye? Úgy sóhajtasz, mintha az egészet akarnád magadba lélegezni. Hogy az segít talán? Úgy sóhajtasz, hogy még az is kevés lenne a mind, a minden. És mintha üldögélne valami a melleden, nyomja, szorítja. Innen ered a baszik szócska, mert a régi magyarok szerint boszorkány helyezkedett a csúf nagy seggével a mellkasodra, ő bossza, nyomja a lelkedet, és én ezért eléggé el vagyok keseredve már, mint hogy a szerelmeskedés szavát használja a magyar nyelv a gonosz jelenlétére. Butaság, hogy a szerelemmel kapcsolatban mennyi káromlásunk van. Na és amikor fájunk, amikor félünk, amikor valami baj tüskéire tévedünk, akkor kapkodjuk a levegőt, akkor zihálunk. Lehet fölöttünk az egész gyönyörű kék ég, a mindig célirányos madarakkal, a tétovázó kalandozó felhőkkel, az ember léghajó buborékjaival, a kis idióta ikarosszal, a nap lángoló tükörtojásával, Isten kékfagyott arcával mégis kínos bennünket a légszomj. Azt mondják, a fulladásos halál nagyon fáj. Én meg azt mondom, hogy amikor a levegőnek íze lesz, igazából akkor tapasztaljuk meg, hogy bennünk ott a bordákoly könnyen roppanó, de például nőteremtésre is használható rácsai mögött egy egész ég van. Bennünk van egy ég, és legalább akkora, mint ami kint van, és mindenféle őszi, fizikai, metafizikai hordalékot táncoltat fölöttünk. És persze kémény minden száj. Az enyém, a tiéd, az övé, a beszéd füstölés. Hová lesz, hová lett az a töméntelen szó, ilyen szó, olyan szó? Az előző mondat végére nem tettem kérdőjelet, mert igazából nem akartam ezt megkérdezni. Jó. Akkor most a jóval folytatom. Én három lélegzést szeretek kiváltképpen. Az egyik, amikor fut az ember, nyugodtan fut, nem üldözik, és ő sem üldöz, csak az árnyéka, kutyája jön vele, és csak kíséri, és hogy abban a futásban lehet kisbeszédeket fogalmazni, házi feladatra gondolni, jövőt tervezni. Azt gondolni, hogy a célban majd megölelnek. Átlélegzel a célszalagon. A második lélegzés a szerelmeseké. Jó kis légzés. Olykor szuszog, mint valami kicsi állat, máskor meg operásan üvölt, máskor meg olyan, mint az orvosnál sóhajtanál. Melbimbóhoz ér a fonendoszkóp. Szóval, hogy zene. Sokféle ilyen-olyan sikolyban, nyögésben, gurgulában végződő örökzöld sláger. És a harmadik légzés? Hát csak az, amivel kezdtem. Az az édes, az a keserű, az a drága, amire szavam nincsen, amit csak csinálok, de nem veszem észre, de ami átad engemet másodpercből a másik másodpercbe, az egyik napról a napba, az évből a következőbe, ha jól megy a sorom, talán a csinnadrattás 70-edikbe. Winter rajza. Hogy kinek az nem vitás, A-ból B-be írta Dumpf Endre. Részletek. Mi más? 70 mi is, zúz őszi puzzle, hogy A-ból B-be elutazl, vagy B-ből A, el akvarelből akvarelbe, nagy karmos vizeket terelve hova tová, el vázlat A-ból vázlat B-be, jégbarnából éjfeketébe, zébaldahin, hol mélabb át a méla bútól,
hol a legfőbb kompjúterbútól leföl, leföl, eljutni A-ból B-be lassan, előrileg, avagy tolassan, mint a madár, eljutniból eljutni bába, annak is megvan a maga, mindegy, ez rímhiány. El kéteringből kéteringbe, átkeringve és bétkeringve ahány fogás, eljutni A-ból anyaghibába, hideg nyirokba lógni a lábai szanaszét, tőmondatig a tébolydából, így jutni lassan B-be A-ból ecset vonánt, megmondatikból mondatikba, untigmából jutni enigma, vizes gomoly, elsőre tán az akvarell nem, pedig de, némely rémek ellen, kívül, belül, elvonulóban A-ból B-be, bár nincsen A és nincsen B se, csak a vonul, mi lenne más egy B-ben A-ból, az ember nézi, nézi, rából, magától ér, hogy A-ból B-be eltetődik, és hogy olyankor éltetődik. Éltessen is, Tenn Miklós sokáig. Köszönjük szépen. Hát, everybody. Meg vagyok hatva, ti meg szomjasak vagytok. Ez a szép régi orosz kifejezéssel, thank you for coming. Gyertek, ígyunk valamit.